A gyerektartás lesz a téma a következő percekben. Szeretettel köszöntöm a műsorban Túri Dániel ügyvéd urat. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Köszönöm a lehetőséget. Szerintem ez egy kimeríthetetlen téma, nem is biztos, hogy ez a 8-10 perc elegendő lesz, de akár itt az infláció, vagy a hallani, hogy nagyon sok a válás sajnos Magyarországon, picit merítsünk ebből az egészből, és kezdjük azzal, hogy az átlagos gyerektartás ma mennyi Magyarországon, mi az, amit te tapasztalsz? Nem olyan régen, pár hónappal ezelőtt a Budai Központi Kerületi Bíróságon egy bíró azt mondta neki, hogy mostanában nála az átlagos gyerektartás olyan 90 és 110 ezer forint között van. Tehát ez a budai, gyerekenként. Tehát ez a Budai Központi Kerületi Bíróság. Vidéken ez általában jelentősen kevesebb szokott lenni a tapasztalataim alapján, illetve ez nagyon sok dolgon múlik, tehát ez fölfele, lefele, minden irányba mozoghat, de inkább lefele szokott, ahogy én látom. Hogyan szokta a bíróság ezt megállapítani? Milyen szempontokat vesz figyelembe? Erre létezik egy nagyon bevett bírósági gyakorlat. Úgy működik, hogy először, aki követeli a gyermektartás díjat, neki be kell nyújtani a bíróság felé egy táblázatot, és ebben a táblázatban ki kell fejteni pontosan, hogy mi az az indokolt szükséglet, amit egy hónapban az adott gyermekre kell költenie, ahhoz, hogy egy átlagos szinten őt eltartsa. Ide tartozik a rezsi, lakbér, ruházkodás, iskolával kapcsolatos kiadások, illetve esetleg minimális szórakozás, külön óra, ilyen jellegű kiadásokra kell gondolni. Tehát ezt tételesen fel kell sorolni egy Excelbe? Így, hát én mindig így csinálom, hogy tételesen felsorolom, aztán utána a bíró ezeket mind átbeszéli a felekkel a tárgyaláson, illetve a másik félnek, az ellenérdekű félnek lehetősége van ezeket a tételeket vitatni. És akkor nagyon fontos azt tudni, hogy nem kell minden tételt számlával igazolni, hanem elég azokat igazolni, amiket a másik fél vitat, és az se feltétlenül kell számlával, hanem valamilyen módon valószínűsíteni kell azt, hogy ezek valós kiadások, valós igények. De azért azt is látni kell, hogy a bíróság reggeltől estig ilyen pereket tárgyal, és nagyon pontosan tudják a bírók, hogy mi az, ami reális kiadás. És amit reálisnak gondolnak, mondjuk az élelmezés körében, azt nem várják el, hogy számlával egyenként minden parizert bizonyítsunk. Hogyha van egy pár, mondjuk elváltak 3-4 évvel ezelőtt, akkor ugye megállapítottak egy gyermektartásnak az összegét, de azóta ugye infláció azért elég magas volt, ez meg lehet utána? Tehát hogyha pár évvel ezelőtt elváltak, akkor ez milyen módon változtatható meg? Hogyne, elnézést, csak előbb levittem a hangsúlyt, de még kiegészítem egy kicsit. Tehát ez csak az egyik oldala volt az indokolt szükséglet, és mellette ugye a bíróság felméri mind a kettő félnek a vagyoni és a jövedelmi helyzetét. Ki mennyit keres pontosan, kinek milyen ingatlana van, ingósága van, van-e hitel, van-e másik eltartandó gyermek. És miután ezt megállapította mind a kettő oldalnak a pontos vagyoni viszonyait, utána ennek a tekintetében mérlegel, hogy az indokolt szükségleteket milyen arányban kell a kettő félnek viselnie. És a végén egy konkrét számot állapít meg, tehát nem egy arányszámot, néhány az félreérték, hanem azt mondják, hogy mondjuk 80 ezer forint a gyermektartás díja. És akkor válaszolva a következő kérdésre, igen, tehát ha eltelik néhány év, egy húzamosabb idő, akkor lehet, sőt érdemes is kérni a gyermektartás díjnak az emelését. Ugye itt elég sok dologra lehet hivatkozni, lehet az inflációra hivatkozni, egy köztudott tény az, hogy ahogy a gyermek növekszik, annál több a költség, ami utána felmerül. Ezekre mind kell hivatkozni, de nem elég, hogy annyit mondok a bíróságnak, hogy a gyerek idősebb lett, hanem pontosan elő kell adni, hogy mik azok a körülmények, amik megváltoztak, és ezek a körülmények, ezen körülmények miatt milyen indokolt költségek, milyen indokolt szükségletek változtak, növekedtek meg. Ezt egészet újra kell számolni ahhoz képest, ahogy megnövekedtek ezek a költségek. Tehát visszamenőleg?
is? Nem visszamenőleg. Nem visszamenőleg? Nem úgy értettem. Tehát ugye visszamenőleg mindig 6 hónapot lehet kérni, lehet követelni a gyermektartás díját, hanem meg kell nézni azt, hogy korábban, amikor megállapították mondjuk 2015-ben a gyermektartás díját, akkor milyen indokolt költségei voltak a gyermeknek, akkor milyen vagyoni és jövedelmi viszonyai voltak a feleknek, és ez az előző X évben hogyan változott meg. És ez milyen gyermektartásdíj módosítást indokol. És ezt hova kell benyújtani? Ezt is a bírósághoz? Ezt, hogyne, ugyanúgy a bíróság illetékes ebben minden esetben. Az inflációról már ugye beszéltünk. Gondolom, hogy neked is volt ennek kapcsán több ügyed, de kérlek erősíts rá, hogy mostanában milyen esetekről beszélhetünk már, amennyit nyilván el lehet mondani, hogy milyen tendenciát figyelhetők meg. Az infláció az egy folyamatos nagy vitatéma a bíróságon. Erről akkor beszélnék egy pár szót. Ugye az utóbbi évben, 2023-ban 17,6% volt az infláció mértéke, és igazából ez nem is fedi le, nem is mutatja meg igazából, hogy milyen nagy áremelkedés volt, hiszen az infláció, amit a KSH minden évben januárban kiad, az gyakorlatilag minden szolgáltatásnak és minden terméknek egységesen az átlag inflációja. De egy gyerek életében azért alapvetően az élelmiszer a legfontosabb. És az nem 17%-kal, hanem 2023-ban 25%-kal növekedett. Például a legutóbbi peremben kiszámoltam azt, ott egy olyan gyermektartásdíj emelés volt, ahol 2019-ben jött az utolsó határozat, 4 év eltelt azóta, és a 4 évnek az utolsó, tehát az utolsó 4 évnek az inflációját csak az élelmiszer vonatkozásában összeszámoljuk, akkor 75%-os élelmiszer emelkedés jön ki. Tehát 3/4-ére növekedett az infláció. És ugye alapvetően az a bírósági gyakorlat, hogy csak erre hivatkozással nem lehet emelni a gyermektartást. Tehát másra is kell hivatkozni. De azért mindig van mire hivatkozni, tehát ez nem jelent gondot. Csak ilyenkor mindig jön a másik oldalról az ellenreakció, hogy oké, ez nagyon szép, de a fizetés meg nem emelkedett 75%-kal. Tehát nyilván a gondozó szülő fizetése sem emelkedett meg 75%-kal. Ezért ez egy folyamatos vitatéma a bíróságon, hogy mennyit lehet emelni. És ilyenkor van kiemelt jelentősége annak, hogy a bíróság azért nagyban vizsgálja a fizetésre kötelezett szülőnek a lehetőségeit, és csak addig fogja őt megterhelni, ameddig ez lehetséges, és látja a bíróság, hogy ő ezt tényleg képes kitermelni. És hát ugye a nagy probléma az, hogy sokszor a szülőnek még 3 másik gyereke született, még a nagyszülőt is el kell tartani, hitelt kell fizetni, és nem minden esetben sikerül olyan gyermektartásdíjat megállapítani, amit szeretnénk, de azért van rá esély mindenképpen a növelésére. És a másik fontos dolog, hogy ugye ma már azt gondolom, hogy automatikusnak kellene lennie annak, hogy a gyermektartást infláció követéssel kell kérni a bíróságon. Tehát erre van lehetőség. Van lehetőség, tehát valaki nem kéri, akkor a bíróság nem fogja megállapítani. De hogyha valaki úgy kéri, akkor a bíróság úgy fogja kimondani az ítéletében, hogy minden év február első napján automatikusan és külön intézkedés nélkül az előző évi infláció mértékével, amit a KSH januárban közzétesz, meg kell emelni ezt a díjat. És akkor ugye a feleknek ezt ki kell számolnia, és onnétól úgy kell utalni. Minden gyerek, meg hát nem csak gyerek életében vannak azért olyan kiadások, vagy költségek, amelyekkel nem számolunk, nem tudom, fogszabályzó kell majd. Nagyobb, ugye a fogorvos is egy vagyon lehet egy gyermek életében, és ezeket hogyan lehet előre belekalkulálni? Lehet-e? Milyen módja van ennek? Hát a PTK-ban van egy darab sor erről a témáról, amiben az van, hogy az előre nem látható, nem rendszeresen felmerülő költségeket a gyermektartás díjon felül még valamilyen százalékban lehet követelni a külön élő szülőtől. Erről összesen ennyi van a PTK-ban. Ezzel az a probléma, hogy ezt nem lehet közvetlenül behajtani. Tehát, hogyha felmerül egy fogszabályzó költség, mondjuk 500 000 forint, elég magas a
fogszabályzó díja, akkor nem mehetek oda a végrehajtóhoz, és ezt nem követelhetem, hogy a másik szülő ezt fizesse meg, hanem muszáj egy fizetési meghagyással, és akár egy peres eljárással kezdeményeznem, hogy a bíróság ezt állapítsa meg. És utána lehet végrehajtani. És ezzel az a gond, hogy sokszor többe kerül az ügyvédi, meg a költség, meg a bírósági költség, meg az illeték, mint maga az az összeg, amit be akarnak hajtani. Ezért ezzel nagyon sokszor általában nem szoktak élni a tartásdíjra jogosult szülők. Illetve van egy másik nagyon érdekes kérdés, amit állandóan felmerül a szakmában, mégpedig az, hogy nagyon sokszor szeretnének úgy egyességet kötni a szülők a gyermektartásdíjról, hogy azt mondják, hogy 80 ezer forint, és még mellette fizesse meg a külön élő szülő mondjuk a táborozás költségének a felét. Ez nem ítélet, hanem a felek erről meg akarnak egyezni. És az a probléma ezzel, hogy nem egységes a bíróság gyakorlata. Van olyan bíróság, aki ezt simán jóvá hagyja, ezt az egyességet, de vannak olyan bírók, akik azt mondják, hogy egy ilyen egyességet nem lehet leírni, mert nem végrehajtható. Ez azt jelenti, hogy nem végrehajtható, hogy nem egy konkrét szám, hogy a tábor költsége, mert nem derül ki, hogy most a lovas tábor, vagy a foci tábor költsége Spanyolországban, vagy Budapesten, és akkor a végrehajtó, ha kap egy összeget, akkor nem fogja tudni eldönteni, hogy most neki ezt be kell hajtani, vagy nem. És tényleg úgy van, hogy az egyik bíróságra, ha megyek, ott elfogadja a bíró, a másikon nem, és nem lehet tudni, hogy ahol elfogadták, ott a végrehajtó végül képes lesz-e, hajlandó lesz-e ezt behajtani, vagy nem. Ez egy állandó probléma. Ugye most olyan esetről beszéltünk, ahol az egyik szülőnél él tartósan a gyermek, de remélem, hogy jól mondom, hogy van közös felügyelet talán, és akkor egy hét itt, egy hét ott, ilyen esetben van gyerektartás? Igen, a közös felügyeletnek az egyik fajtája a váltott gondozás, amikor mind a kettő helyen azonos időtartamban van a gyerek vagy a gyerekek. Ebben az esetben főszabály szerint nincsen gyerektartás, de hogyha a bíróság úgy látja, hogy a kettő fél anyagi helyzete között nagyon jelentős különbség van, akkor egy úgynevezett kiegészítő gyerektartással segítheti az anyagilag rosszabbul álló felet. És hogyha nincsen láthatása egy szülő, az egyik szülőnek, úgyis van gyerektartás? Igen, ez egy nagyon gyakran felmerülő kérdés, hogy apukák szokták mondani, hogyha a külön élő szülők, mint apukák általában szokták mondani, hogyha a gyerekemet nem láthatom, akkor kell egy gyerektartást fizetni. Vagy ha nem akarom látni, akkor kell egy gyerektartást fizetni. És a határozott válasz, hogy igen, akkor is kell gyerektartást fizetni. Tehát mindaddig, ameddig ő a bejegyzett apuka, vagy külön élő szülő, addig minden esetben kell, és a kettő között nincsen szoros logikai összefüggés. Egy dologról nem beszéltünk még így a beszélgetés végén, hogy mennyi ideig kell a gyerektartást fizetni hivatalosan? Hát úgy kell, hogy ameddig a gyermek nem fejezi be a tulajdonképpen az első szakmájához szükséges tanulmány idejét, tanulmányát. Tehát amennyiben ő jelzi a külön élő szülőnek, hogy ő tovább akar tanulni, hogy hol akar tovább tanulni, ezt képes is igazolni, és rászorult, tehát nincsen komolyabb egyéb jövedelme, akkor ebben az esetben az első szakma befejezéséig köteles az apuka ezt fizetni. Legkésőbb, tehát úgy fogalmaz a törvény, hogy legkésőbb 25 éves koráig, illetve 25 éves kor felett már csak nagyon különleges helyzetekben van erre lehetőség. Nagyon szépen köszönjük az információt. Köszönöm a lehetőséget.